Elég néhány pénzérme, majd egy gomnyomás, már adja is az automata a kávét, üdítőt, csokit vagy chipset. Számlát viszont nem. Az automaták üzemeltetői önbevallás alapján fizetnek adót, de csak decemberig. Az automatákba ugyanis a törvény értelmében hasonló egységet kell építeni, mint amilyen az online pénztárgépekben van. Ez közvetlenül az adóhatósághoz küldi az adatokat. A feladatot a kormány a Magyar Postára bízta. A rendszernek júliustól kellett volna működnie, de sokáig nem lehetett tudni, ki telepíti az eszközöket. A Magyar Nemzet vette észre, hogy a posta által kiírt közbeszerzésen egy francia cég lett a befutó. Az eredetileg tervezett 2,4 milliárd forint másfélszereséért, 3,9 milliárd forintért végzi a munkát. Az automatások szövetsége korábban arról beszélt, egyetértenek a felügyeleti rendszerrel, de azzal nem, hogy az összes költséget rájuk terheljék. Biztos vagyok benne, hogy a tisztességes üzemeltetők teszik ki az italautomatás társadalom túlnyomó hányadát. Mi pont azért fordultunk segítségért a kormányzathoz, hogy a tisztességes üzemeltetőket védjék meg. A közbeszerzési értesítőből derül ki az is, hogy a nyertes francia cég alvállalkozókkal végezteti el a munkát. Ezek egyike a Mobilsign Kft. Ez az a cég, amelyik Rogán Antal és két társa találmányának szabadalmát jegyzi, és ügyvezetője a miniszter egyik feltaláló társa. Az automaták felügyeletéhez pedig új tanúsítványt is kér az állam, amit csak egyetlen cég adhat ki, az a Hungárd, amelynek tulajdonosai szintén Rogán Antal feltaláló társai. Az együtt szerint ilyen véletlenek nincsenek. Nekem ez is abba az irányba mutat, hogy az adatokat is és a pénzt is Rogánhoz kötődő vállalkozások kezelik, hogy a pénzmosás lehet ennek az igazi motivációja. Hollik István kormánypárti képviselő szerint az automaták online bekötése helyes döntés. Magát a feladatot, hogy az italautomatákat bekössék, ezt a kormányzat a postára bízta. Nekem ennél részletesebb információim nincsenek, tehát a részleteket a postától kell megkérdezni. Kerestük a kormányt és a Magyar Postát is, hogy megtudjuk, mitől drágult az automaták online bekötése, és miért pont ezek a cégek végzik a munkát, de nem válaszoltak a kérdéseinkre.